Szedd fel a szemeted, de lopd el, mi a fasz akartam annál? A szemeddel az kiült a boxer. Kop-kop ki az eldobtad a dekket, te fimasz. A környezetnek nincs már vigasz. A környezetvédelem fontos, ez igaz. Én már nem tekerem maximum a bringát. Fanokat focizni hintát. Mindrog az a plekkel tisztább, én vagyok a legoptimistább. Itt amint minden este beszedem, de a szigit soha nem tekerem. Blog soha nem lesz a kezem, a beatnek is... A beatnek esélye sem volt vágó. Én már csak Petőfit tanulom, ezt is halára unom. 19. század költői, a szövegem igazán költői, ja. Nem tudom, figyelj, nem hiszem, hogy jövőd van a zenei világban, de megpróbáltad legalább. Egyszer vetted föl, hát lehet, hogy egyszer se kellett. Tudjátok azt, hogy nagyon sokfajta tartalomgyártó ezeket a platformokat igazából arra használja, ezeket a rövid videós platformokat, hogy hirdesse a rendes platformjait. Így van. Ez például a... Ez nagyon helyes, ez így is van, ezt így is kell csinálni. Olyan irritáló hangja. Oli! Senkit nem érdekel, hogy téged irritál Pisti hangja, figyelj! Megesik! Ez egyéni, szubjektív vélemény. Ez nem kritika, ezt ne hozd meg! Az eneva.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. A piacon a legjobb ajánlatot hozz el bármely játék esetében. Legyen az új vagy régi. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz és megbízható. 024-es élő chat supportot kínálnak neked, és minden vásárlással kapcsolatos kérdésedre válaszolni fognak, hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken elérjétek az oldalt. Köszi szépen! A podcastekből ezért vannak a rövid kivágások ott, hogy azzal terelnek, ugye a hosszú tartalomra, stb. Bizonyosan tudjátok azt is, hogy vannak olyan emberek, akik lefilmezik, ahogy mások basznak. Meg vannak olyan emberek, akik magukat filmezik le, hogy nem. Ezek olyan helyekre csoportosulnak, mint például az OnlyFans, vagy a Fansly, vagy teljesen mindegy, vagy Pornhub, tök mindegy, más olyan... Na, a képben van azért a bátyja, de neki is van egy... Hű, azért arra előfizetnék mondjuk. A szoptatás... Na várjam, hogy a téma miatt ezt most tisztázni kell, hogy melyik. A kisgyermek táplálása... Igen. Az ugye nem azt mondom, hogy megosztó volt, de sose volt megosztó, de nagyon-nagyon sok ember volt, tudod, aki amellett volt, hogy nyilvános helyen is lehet ilyet csinálni, meg hogy miért nézik ki a nőket. Ez egy ilyen szent dolog. Tudjátok, ez egy, és amúgy az. Ez egy szürke zónát képez ezeken a platformokon, mert az, hogy megmutatod a csöcsöd, az ugye szabályellenes. Tehát nem lehet pucérkodni. De szoptatni lehet. Amúgy nekem is volt egy TikTok fiókom, ezem, hogy egy éve volt, csak mondom. Új TikTok fiókot kellett ugye csinálnom, mert hát az előzőt az történt vele, mint általában az összes embernek a TikTok fiókjával, aki normális kontentet próbál meg feltölteni, letiltották, és csináltam egy újat, és minden egyes videó ilyen szoptatós videó volt. Nem tudom, hogy ez hogyan, hogy az algoritmus ez miért gondolta azt, hogy a regisztrációm után 5 perccel én erre vagyok kíváncsi, de ja, nagyjából ilyen volt az összes. Megjelentek ugye ezek a zseniális, még csak amatőr pornósnak sem nevezhető szerencsétlenségek, akik rájöttek arra, hogy így meg tudják villantani a kannákat, anélkül, hogy letiltsa őket az Instagram. De hogyan? Ne, erre kíváncsi vagyok. Játékbabával, bazd meg. Ne, for real? Ilyen van? Na, ilyet még nem láttam. És mondom, ezt múlt héten mutattam Janinak, hogy nézd meg, az ezen beszasz. Igen. És nem egy cikket róla, hanem konkrétan a cuccot. Ott a játékbaba a csaj kezébe, értitek? És hopp! Előveszi a mellét, és odarakja a játékbabát. Igen, és fullba megrázza a cuccost meg minden, és nem tud vele mit kezdeni a platform, nem. Mert ugye azonnal elkezdenek sípolni, és ezt használják ki. De úgy játékbaba, hogy ez nem olyan... Jó, hát jó, Tibi bácsi nem veszi észre, hogy játékbaba. Ja, nem, ő egyszerűen nem látja, hogy... Nem is látja a babát. Eleve ott kezd, hol van a baba? Az rendben van. Volt baba? Én nem láttam babát se. Annyira idióta gyökér emberek követik ezeket az OnlyFans-es lányokat, hogy ő nekik a véleményüket nem lehet megváltoztatni, mert mióta internethez hozzáférnek, Redditen vannak, és így szocializálódnak ugyanilyen intelek között, és valamiért ez a norma nekik, hogy amúgy utálják a nőket, de simán fizetnek azért, hogy valamelyik nő legalább annyit írjon nekik, hogy szeretlek, de ezt nyilván nem fogja leírni egyik sem, mert a menedzser fogja ezt leírni, aki az OnlyFans-ét kezeli, aki szintén valószínűleg egy 30 éves fazon, aki még lehet, hogy kúrogatja is azt a nőt, aki éppen, ja, tehát még az is benne van. Érted? Tehát nem értem, hogy miért csinál ilyet valaki? Miért fizetnek ezért? Nyilván ennek azért van létjogosultsága, mert az embereknek igénye van rá. Nem tudsz vele mit kezdeni. Egy OnlyFans subscription árából eljár a kondiba, nagyjából jól nézek ki emiatt, és csodák csodájára néha szociális kontaktba kerülök nőkkel. Az kemény tesóm.
Így kell csinálni, látod? Na, hát ez nem volt rossz, azt kell mondjam. Na, Bocsánat, Dániel, egy kérdés erejük, hogyha megállítatnálak. Bogos Csaba vagyok, a Pécsi Stoptól. Egyszer már beszéltünk szállás. Egy pár kérdés erejük megállítatnálak? Dolgozni jöttem ide. Én is. Dolgozni jöttem én ide. Én azért jöttem ide, hogy képviselőket kérdezzek. Én is képviselőket kérdezek, de azon kívül téged akartalak megkérdezni. Fővárosi fideszes politikusokat meg fogsz kérdezni a pedofil igazgató kitüntetéséről. Tehát például azért is jöttél ide, hogy megkérdezz fővárosi fideszes képviselőket, például Bagdi képviselő urat, aki előterjesztette azt a kitüntetést, amit kapott a pedofil igazgató. Tehát, hogy te most azért jöttél ide, hogy engem utasítsál arra, hogy kitől és mit ez kérdezzek. Nem utasítás volt, ez egy kérdés volt, hogy meg fogod őket kérdezni? De nem, tehát most te ide, ez most olyan, hogy akkor te ide jöttél. Nem fogod őket megkérdezni. Hadd válaszoljak már a kérdésedre, már itt látod, itt jön a képviselő megint. Csináld, Dániel, nem akarok tehát, én hogy... itt, nem akarok rosszat, nem fogsz megkérdezni fővárosi fideszeseket, ennyit. De nem, hát ennyit tudunk. Én dolgoznék, érted? Ahogy értem, csak akkor számodra... Ennyi dolat simán mondhatod volna egy olyat, hogy igen vagy nem, amúgy, csak mondom. Ennyire nem fontos ez a ennyire nem fontos neked ez a pedofil igazgatói kitüntetés. Szerinted tőlem mennyire áll távol a pedofilia? Mit gondolsz? Biztosan távol állhat tőled. Veled akkor... ellentétben én édesapa vagyok. Lehet, hogy pont emiatt kéne megkérdezni, hogy miért tüntettek ki egy igazgatót, akiről amúgy már akkor jött, tehát már a kitüntetése előtt kaptak leveleket arról, hogy az igazgató miket csinált. Tehát már azt hiszem, hogy eljárás is volt, vagy indult ellen egy eljárás, amiből végül nem lett semmi, és ezután kitüntették őt, mint igazgató a gyermekotthonban. Mint apa, nem gondolod azt, hogy ezt esetleg meg kéne kérdezni talán, hogy miért történhetett ilyen? Pont emiatt, hogy mint apa vagy. Hogyha te apa vagy, akkor nem ezért lenne... Érdemes ezt megkérdezni? Nem ezért lenne esetleg érdemes kinöveszteni a gerincedet, és nem a Fidesz seggéből kilógni, hanem esetleg valami érdemleges kérdést feltenni a vezetőknek, akikkel te tudsz szobálni, mivel közel lesz hozzájuk. Nem tudom, hogy ez hogy lenne érv, hogy lenne ellenérv az, hogy te apa vagy, és hogy nagyon távol áll tőled a pedofília. Hogyha távol áll tőled a pedofília, akkor ezt igenis meg kéne kérdezni. Ez ennyi. Ez ilyen egyszerű. Tudod, neked van gyereked? Nincs még gyerekem, szeretnék gyereket, és tőlem is távol a pedofilia, pont jó, ezért amikor, teszek fel amikor a fővárosi fideszeseknek kérdést, azt, hogy kaphatod kitüntetést egy pedofil igazgatót, szerintem ez egy no-go. Te idejössz hozzám, és burkoltan pedofilnak nevezel. Burkoltan pedofil. Az egyáltalán hogy? Sarokba van szorítva, ha azt mondja nem, az nem néz ki jól. Ha azt mondja igen, akkor nyilván Csaba fel fogja venni, ha hazudik. Szóval most szerintem ilyen sarokba szorított patkány módjára próbál támadni. Gatya? Sofianak neveznek. Nem, én csak azt kérdeztem. Érzelmeket vált ki belőlem, mint egy gyakorló apából, aki nagyon... És mivel? Mi volt a burkolt állításom arra, hogy te támogatod a pedofiliát? És te idejössz, és utasítasz, hogy kitől mit kérdezhetek. Én csak megkérdeztem. És ez miért lenne burkoltan pedofili? Ez miért lenne egy burkolt vád a pedofiliára, hogy megkérdezt tőled valamit egy ember, egy újságíró? Egy olyan helyen, ahol amúgy bemehet az újságíró, és meg is kérdezheti ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy ez... Te ide jössz, és... Ez... Nem értem. Kérdeztem, hogy fogsz fővárosi fideszes képviselőket kérdezni. Tehát még egyszer... Tehát ugye ez az új... Nem tudom, én nem tudtam, hogy te vagy az új munkáltatón, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én ide jövök, és attól kérdezek azt, amit szeret. Puhár Dániel, a politikusok rémálma, igen. Igen. Sajnálom a gyereket, hogy ilyen nyomorék az apja. Figyelj, ne mondjuk azt, hogy nyomorék, ő ebből él meg, figyelj. Ez van, legalább ad a gyerekeinek a szájába ételt. Az, hogy mit fog mondani a gyerekeinek, hogy miből élt régen, az egy érdekes szituáció lesz. Azt mondjuk meghallgatnám. Egyszer ez a rendszer valószínűleg le fog bomlani, vagy fel fog borulni. Nem tudom, hogy akkor hogyan lesz neki létjogosultsága, mert ugye eddig az adófizetők pénzéből kapta a pénzét, nyilvánvalóan. De az is lehet, hogy a Fidesznek már így is annyi pénze van, a Mészáros Lölőnek fél Magyarország az ő kezében van. Az akkor is az ő kezében lesz, hogyha a Fidesz már nem fog vezetni, szóval lehet, hogy ugyanúgy lesz pénzük igazából finanszírozni ezeket az embereket, ha nyomják a propagandát, és akkor 4 év múlva megint megpróbálják megnyerni a dolgokat minél több hazugsággal. Csak hát addigra lehet, hogy lesz egy-két törvénymódosítás, mondjuk, hogyha volt egy rendszerváltás, és akkor még le lehet csukni ezeket az embereket, akik hazugságokkal próbálják meg manipulálni emberek tömegét. Én csak megkérdeztem, hogy lesz ilyen anyagod. De. Nem lesz. De nem, tehát nem értem, hogy te milyen alapon
utasítasz, vagy kérsz, nem utasítalak, Dániel, nem. Akkor várjál, akkor én azt szeretném kérni tőled, nem, hogy nem jön Karácsony Gergely, aki nem itt fog bejönni. Kérdezzük meg őt is erről. Politikus, akit hát de úgy gondolom, a fideszesek ebbe... A fideszes képviselők ebbe sokkal relevánsabbak, hiszen ők voltak azok, akik akkora várost vezették, és ugye az is kiderült, hogy ők a fideszes városvezetés anno kapott arról tájékoztatást 2011-ben, hogy mi folyik a Bicskei gyermekotthonnal. És nem foglalkoztak vele. Ennek ellenére terjesztették be a kitüntetési lehetőséget, és szavazták meg arról, hogy Karácsony Gergelynek volt erről fogalma. Erről nyilván meg lehet őt is kérdezni. Ő azt mondta, hogy erről nem volt fogalma egyébként, több helyen ezt lenyilatkozta, és azt mondja, hogy a közgyűléstől eltitkolták ezt az információt. Amin egyébként én nem csodálkoznék, hiszen hát azt láthatjuk a fideszes uraktól, hogy hát ez a kegyelmi ügy se robbant volna ki akkor, hogyha nincs egy oknyomozó újságírás, akik feltárják ezt. Tehát ők egyébként valószínűleg még most is lapulnának ebbe a kegyelmi ügybe. Dániel az a dumája, hogy én utasítgatom, és hasonló kijelentések, az nem valid. Tehát erről meg ennyit. Aha. Off topic, de mit gondolsz arról, hogy a Schulingba felvettek kettő tanárt is, aki bizonyítottan pedofil. Az egyiket egyszer már a Schulingból kirúgták, csak annyira nincsen tanár, hogy újra felvették egy másik pedofillal együtt. Most erről nem is mondok semmit, szerintem elég egyértelmű, hogy erről mit gondolok. Ezt nem kell kivetítenem, ezt mindenki ugyanazt gondolja. Viszont, hogyha van még olyan ember, akivel ilyen történt, vagy esetlegesen, mert ezt többen is írták, hogy van már ilyen, és hogy kurva sok a pedofil tanár ezekben az iskolákban, az ilyen történeteket, azokat össze kéne gyűjtenünk, le kéne írni valahova szerintem, és esetleg csinálni belőle egy videót. Nyilván itt mindenkinek a nevét kicenzúráznak, meg anonimitás, meg faszom tudja, meg hogy XY iskola, XY tanár, stb. Ezekre lennék kíváncsi, és ebből lehetne egy olyan videót csinálni, ami esetleg eljutna szülőkhöz is, hogy hát azért lehet, hogy nem, nincsen annyira biztonságban az a gyerek az iskolában. Mert ez tényleg tény és való, hogy... Azt hinni az ember, hogy a pedagógusok meg a tanárok azok, akik megvédik a gyerekünket, meg megtanítják jó dolgokra, és nem ők azok sajnos. Vagyis nem mindegyik. Nyilván vannak azért elég sokan, akik normálisan végzik a munkájukat, és minden tiszteletem nekik, hogy ezért a minimális pénzért is, amit kapnak, ezért is megcsinálják a munkájukat, meg elvégzik, ahogy tudják. Viszont akik meg ki akarják használni azt, hogy gyerekek közelébe lehetnek a munkájuknak köszönhetően, és ezek a gyerekek nyilván ki vannak szolgáltatva, mert rá vannak bízva, hogyha egy gyerek rá van bízva egy pedofil emberre, az szerintem nyilvánvalóan nem egy jó dolog, és ezen változtatni kell kibaszott gyorsan. Nem tudom, én, hogyha ilyen konkrétumok vannak, hogy konkrétan bizonyított pedofil tanárt visszavettek az iskolába, az nagyon-nagyon para. Hogyha ilyen van, ez tényleg erről írja nekem egy kicsit bővebben. Névvel, izéval, iskolát, minden azért utána is néznek a dolgoknak, hogy mi mennyire igaz vagy sem. Viszonya volt egy tanárnak egy 9-es lánnyal, napközben elvitték a rendőrök, és másnap jött is vissza, mintha mi sem történt volna. Ez nagyon jó amúgy, ez is para, amúgy. Nálunk is volt egy pedofil tanár, aki ki lett rúgva. Gyereke és felesége is van. Ezt nem is értem amúgy, akinek gyereke meg felesége van, tényleg. Hanem az lenne a lényeg, hogy megvéded a saját gyerekedet az ilyen emberek elől, és nem tudom, hogy hogyan lehetséges az, hogy gyerekes emberek gyerekekre izgulnak. Ez nonsense, geci. Annyira, hú, ezek az emberekkel, ne tudjátok, hogy mit lehetne csinálni, mit csinálnék. 60 pluszos tesi tanár írogatott a lányinfolyam társamnak, hogy gáz lenne, hogyha elmennének egyszer iszogatni. Hát az is amúgy elég erős. Nobu is azzal védekezett, hogy a mai fiatalok így meg úgy, de akkor is 18 év alattiak. Hát most figyelj, ez nyilvánvaló dolog, hogy a mai fiatalok, tehát nem lenne nehéz találni egy olyan lányt 5 perc alatt az interneten, aki mondjuk 13 éves, és simán küld neked mesztelen képet magáról. 1000%, hogy 5 perc alatt találsz egy ilyet egy Discord szerveren akár. De nem gondolom, hogy okés attól függetlenül kihasználni őket. Ez sehogy nem okés, érted? Tehát nyilvánvaló, hogy vannak ilyen lányok, és hogy ez nem egy jó dolog, és ez is kibaszottul a társadalomnak köszönhető, meg azoknak, hogy azok az emberek vannak kiemelve a társadalomból, akik például faszom OnlyFans-eznek, meg pornósztárok, és ezek a világhírűek. Szerintem nagyon sok olyan férfi van, akinek, hogyha mondod, hogy mondjon egy híres nőt, akkor egy pornósztár fog mondani, mondjuk Mia Khalifát, mert az a leghíresebb az összes közül, és nagyon-nagyon sok ilyen férfi van szerintem, és hogyha tényleg ez van a társadalomban, meg az emberek fejében, akkor ez nem egy jó út, szerintem, és nyilvánvaló, hogy a gyerekeknek a fejében is elbasszódnak a dolgok könnyen ennek hatására. Na mindegy, várjál, legyen egy e-mail,
szerintem. E-mailben leírnának emberek, de tényleg olyan sztorikat meg bőven fejtsétek ki, ne csak ilyeneket, hogy haveromat megfogdosta a tesítanár, mert most ezzel nem lehet mit kezdeni, érted? Most én nem fogok senkit feljelenteni, meg nem fogok izélni, oknyomozni tanárok ellen, mert ez felesleges, és én nem vagy, egyedül nem tudok mit tenni ezek ellen. Ezt nektek kell elintézni, hogy ilyet láttak az iskolátokba, hatóságoknak mindenképpen szólni, és ennyit lehet tenni, meg szüleiteknek nyilván, hogyha nem vagytok 18 évesek, és valószínűleg 18 évesen iskolában nem fogtok ilyet látni, mert hát akkor mindenki más is 18 éves, de az se jó úgy, hogyha mondjuk egy 18 éves lány zaklat a tanár. Semmiképpen nem jó, ha egy tanár zaklat diákokat. Fiatal edzett tesi tanára nyomultak a lányok. Az is gatya mondjuk amúgy, hogyha már a lányok mennek a tesi tanárra. Szia@manin.hu. Ide lehet írni szuper szaftos történeteket, hogyha valaki szeretné ezeket megosztani. Na tehát szia@manin.hu, leírtam a chatre, ide lehet írni e-maileket abban a témában, amit az előbb fejtettünk ki. Tehát, hogyha valakinek hogyha valaki ilyenről tud, hogy tényleg bizonyítottan pedofil emberek visszajutottak tanári pozíciókba, erről szeretnék konkrétan hallani történeteket, mert egy ember leírta ezt, és hogyha ilyen van még, arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. De másféle történetek is jöhetnek, ilyen iskolai pedofil tanárokkal kapcsolatos történetek, amik durvák, hogy ezeket meg tudjuk osztani elrettentő példaképpen. Nyilván a nevetek meg minden privát lesz, ezeket az e-maileket nem streamben fogom elolvasni. Választ lehet, hogy nem fogtok kapni rá, viszont lehet, hogy a történetet vissza fogjátok majd látni egy videóban, úgyhogy a nevetek meg minden tanár, iskolanév, stb. Ez cenzúrázva lesz. Ez, ja, így ezzel szeretnénk azért foglalkozni.